január elejétől tényleg átvette az összes iskola üzemeltetését a Klebersberg intézmény fenntartó központ, illetve annak az állítólag decentralizált változata. Mendrei László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének a vezetője a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogy indul az év az iskolánkban? Hát a tanév az folytatódik tulajdonképpen, mert ugye mi tanévben dolgozunk. Az, hogy itt az iskola fenntartás működtetés terén megtörténtek ezek a változások, hatályba léptek egészen pontosan ezek a változások, ezek pillanatnyilag semmiféle hatást nem gyakorolnak, se pozitívat, se negatívat nem látunk. Én nem vagyok abban a helyzetben, mint egy valamikor államtitkár, aki az átvételt követő másfél órán belül kijelentető sikertörténetről beszélhetünk. Én azt gondolom, hogy ez a sikertörténet akkor sem volt az, és ez a rájtős változata sem lesz az. Volt néhány önkormányzat, amelyik még az utolsó métereken is próbált kitartani, és nem adni az iskolák működtetését. Ezekkel most mi a helyzet? Én azt gondolom, hogy teljesen indokolt volt az ő ellenállásuk ebben az esetben, hiszen rengeteg, hát egyrészt vannak ennek gazdasági okai, rengeteg pénzt költöttek az iskoláikra, rengeteg tőkét fektette be annak érdekében, hogy színvonalas oktatást honosítsanak meg a településeiken. Hát van ennek egy másik, egy racionális változata is, hiszen az önkormányzata sokkal közelebb van az iskolához, az iskola sokkal közelebb van a fenntartóhoz, működtetőhöz, tehát sokkal észszerűbb volt az együttműködés. Azt gondolom, hogy az ő helyzetüket a törvény megpecsételte, hiszen hogyha bár ők nem adták az aláírásokat, ez egy miniszteri rendelettel, ettől függetlenül a Klebersberg központ által létrehozott tankreti központok irányítása alá került ezek az intézmények. Szintén voltak hírek olyan iskolákból, ahol még az év utolsó napjaiban sem látták az új szerződésüket azok a dolgozók, akiknek a jogviszonya átkerült a Klebersberg központhoz. Ez rendeződött azóta? Hát rendeződik folyamatosan, tehát azt azért lehet látni, hogy a Klebersberg központ mióta új vezetője van, Öröskei Gábornak személyében azért egyfajta ütemezett tevékenységet folytat, igyekszik felvenni azt a ritmust, amit tennie kell. Ez azonban egy mamut szervezet, aminek a működésével mindig vannak különböző lemaradások, különböző késések, állandóan fut saját maga után, ezért sem alkalmas arra egy ilyen központ, még a tankreti központok is túlságosan nagyok ahhoz, hogy egy ilyen hatalmas rendszert működtessenek. Én azt mondom, hogy a decentralizáció az egy sokkal fontosabb eszköze lehet az iskolák működtetésének, fenntartásának, mint ez, de azt azért lássuk be, az oktatás bajainak nem ez a legnagyobb szelete, hogy most a Klebersberg intézményfenntartó központ vagy a tankreti központok működtetik, illetve tartják fenn az iskolákat, sokkal súlyosabb problémák vannak. De még egy pillanatra maradva a decentralizációnál, ugye a kormány meg az államtitkárság azt mondják, hogy ez az. Hiszen most nem egy nagy központi klik van, hanem 59 különböző tankerülethez tartoznak az iskolák, ami hát belátható földrajzi értelemben is sokkal közelebb van az adott intézményhez. Tudomásul véve, de nem elfogadva azt a helyzetet, hogy az állam ilyen szinten alakul, lépett be az iskolák fenntartásában működtetésébe. 2013-ban ugye létrehozta magát ezt a monstrumot, a Klebersberg intézmény fenntartó központot, amelynek volt 198 tankerülete. Most ezt a 198 tankerületet vonták össze, 59 most már tankerületű központtá, és megszűnt maga egy nagy intézmény fenntartó központ, helyettük van ez az 59. Én azt gondolom, hogy ez nem decentralizáció, hanem recentralizáció, az még talán elfogadható, nem biztos, hogy elfogadható lett volna, de közelebb lenne a megoldáshoz az, hogyha a tankerületi központok, a 198 tankerület kapta volna meg ezeknek a fenntartását, működtetését, nem ez történt, őket is összevonták, tehát ez játék a szavakkal, tulajdonképpen itt csillámport szólnak az emberek szemébe, nagyon-nagyon sokan nem látnak tisztán, és hogy úgy mondjam, eszik meg a kormányzati kommunikációt, nem történt decentralizáció. Azt mondják most, hogy erre a további intézmény átvételre, tehát most már a működtetés is ide tartozik, azért van szükség, hogy a területi különbségeket kiegyenlítsék, az egyenlő feltételeket megteremtsék, a pedagógusok bérét garantálják. Hogyha ezt egy meghatározott magas szinten hajtják végre, akkor azt mondom, hogy ebben van ráció, de a gyakorlat azt mutatja, hogy egy inkább alacsonyabb szinten nivellálnak, és ez azokat, akik, lásd azokat az önkormányzatok,
önkormányzatokat, akikről néhány percet beszéltünk, akik magas szinten tudták megvalósítani a működtetést és a fenntartást ezekben az iskolákban egyfajta visszaesés következik be, és nem történik meg az a fajta emelkedés, az a mértékű emelkedés azokban az iskolákban, akik nagyon sokan vannak, akik egyébként nehéz körülmények között dolgoznak és működnek, mint amikor a visszaesés történik meg ezeknél az intézményeknél. Nem jó ilyen szinten központira szabályozni ezeket. Miért nem történik meg a színvonal emelkedés ott, ahol erre lenne szükség, amikor ugye az egész rendszer racionalizálása erről szólna már, mint hogy ezzel magyarázni? Egyszerűen azért, mert hogy mi továbbra is azt látjuk, az oktatásból pénzeket vonnak ki. Tehát azt azért mindenki tudja, aki kicsivel többet foglalkozik nálam a gazdasággal, bár ez erről még azért nekem is van rálátásom, tehát ezeknek a fajta centralizásoknak, még ezt mondom, centralizásról van szó, csak más formában, a célja az, hogy költségeket takarítsanak meg. Tehát ez az oktatás az egy költséges folyamat, lássuk be, nagyon-nagyon sok pénzt igényel. Ezeket az összevonásokat azért teszik meg, hogy ezeket az összegeket csökkenteni lehessen. Hol tetten érhető az, hogy tűnik el a pénz? Hát az iskolák működtetésével meglátjuk majd, hogy hogyan alakul az iskolák működtetése, hogyan alakul a fenntartás. Eddig önkormányzatok működtethettek iskolákat, most már nem. Eddig az önkormányzatok betették a saját pénzüket, most már nem fogják tudni betenni, vagy nem ennyire egyszerűen fogják tudni betenni, a központilag pedig kevesebbet tesznek be, mint eddig az önkormányzat tette? Egyrészt így van, másrészt az állam azért nagy lelki, mert azért lehetőséget ad arra az önkormányzatoknak is továbbra is valamilyen módon, tehát ezt a lehetőséget nem zártak ki, hogy valamilyen módon támogassák ezeket az intézményeiket, csak ez egy eléggé álságos megközelítés, hiszen az önkormányzatoktól rengeteg pénzt vonnak el úgynevezett törődetesi adóként annak a fejében, hogy az állam átvette tőlük az oktatás fenntartását, működtetését. A forrásaink arról szólnak, hogy ez a pénz sokkal több, mint amennyiben valójában ezek az iskolák kerültek az önkormányzatoknak. Több, mint amiben eddig kerültek, vagy elvonják azt, amit eddig tényleg ráköltöttek az iskolára, és nem költik rá az iskolára? Elvonják azt, amit eddig ráköltöttek az iskolára, és még egy kicsivel többet is, és ebből még igazából nem látszik pontosan, hogy mennyi visszakerül az iskolákhoz. Az tény és valószínűleg az el kell, hogy ismerjük, hogy az 1-2 évvel ezelőtt is láger történt, a krétahiány megszűnt. Hát ez is egy fontos előrelépés, hát mert valóban sok szó esett mindig erről, ez az, amit mindenki átélt az iskolában. Az evidencia, tehát. De legyünk hálásak az apró előrelépésekért, és van még néhány egyébként. Most átalakul a tankönyv támogatás rendje például, és már nem kell az első-második évfolyamon azoknak, akik ingyen megkapják a tankönyvet, ezt visszaszolgáltatni az iskolai könyvtárba. Igen, örüljünk a kicsi eredményeknek is, örüljünk annak, amikor a racionalitás bármilyen kis téren, de azért teret nyer. Tehát az első és másodikos gyerekeknek a tankönyve, lássuk be, ezek munkatankönyvek. A munkatankönyveket arra használják a kollégáim, arra használják a diákok, hogy abban dolgoznak. Első és másodikos gyerekek nem tudnak olyan szinten vigyázni a tankönyveikre, mint mondjuk a középiskolás első és második, 9-10-es gyerekek, de általában ők is azért jellemzően használják a tankönyvet, és a használatba ezek tönkre mennek. Tehát itt azért hiába beszélünk arról, hogy tartós tankönyvekről van szó, ezek a könyvek valójában nem azok, és itt sem ez az a legnagyobb probléma, hogy most vissza kell adni a gyereknek, vagy sem, tartós-e a tankönyv, vagy sem, ingyen kapja a gyerek, vagy sem. Nagyon fontos, hogy sokan ingyen kapják, nem meghatározó, illetve meghatározó az, hogy mindenki ingyen kapja, de nem indokolt, hogy mindenki ingyen kapja. Sokkal fontosabb az, hogy mit tartalmaznak ezek a tankönyvek, ez pedig továbbra is az állam által, hát hogy mondjam, diktált tananyagot tartalmazzák. Ez egy olyan pont, amiben semmi elmozdulás nincsen. Ebben semmi elmozdulás nincsen. Itt a tankönyv monopóliumot továbbra is fenntartják, illetve azt mondják, hogy a magántankönyv kiadók kiadhatnak olyan tankönyveket, amelyek egyébként nem tartoznak ebbe a portfólióba bele, ilyen mondjuk a nyelvkönyveknek a kiadása, illetve lehetővé teszik azt, hogy az eseni gyerekeknek, illetve a különböző hátrányos helyzetű, bármilyen szempontból hátrányos helyzetű, speciális nevelési gyerekek számára szóló tankönyveket, ezeket a kiadók kiadják. Csak hogy ezek a tankönyvek nagyon-nagyon sokba kerülnek, ezek a gyerekek meg nagyon kevesen vannak, tehát itt azért a gazdaságosságot is figyelembe kell venni, nem csak a tartalmat. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, most híradó következik, utána térjenek vissza hozzánk, Tóth Bertalan, az MSZP frakció vezetője lesz a vendégünk.